Tolnaváros civil szervezeteinek vezetői minden esztendőben találkoznak a város vezetésével, hogy egyeztessék az adott esztendő éves gazdálkodását, a fejlesztési elképzeléseket, és elmondják igényeiket. A Perszafel Ágnes polgármester azt mondta, a civilek sok esetben olyan feladatokat látnak el, melyekkel segítik a város munkáját. Az önkormányzat ehhez olyan módon járul hozzá, hogy nyilván van egy civil pályázat, vagy egy kulturális pályázati keret, amire ők pályázhatnak minden évben. Ez az idei évben is 2 millió forint lesz, mindemellett pedig ingyenesen használhatják a város létesítményeit. A civil fórumot minden esztendőben a Város Humán Bizottságának elnöke, Baksainé Kenesei Éva kezdeményezi, aki azt mondja, bár nem szűnt meg egyetlen civil szervezet sem az elmúlt esztendőkben, a fiatalok bevonására a jövő érdekében nagy szükség lesz. Az a veszély fenyeget, hogyha nem tudnak fiatalítani a civil szervezetek vezetői, illetve hát akik azért a hátukon viszik a dolgokat, akkor később probléma lehet, de bízunk abban, hogy mindenkinek sikerül majd a fiatalítás, és akkor tovább tudnak tevékenykedni. A Perszafel Ágnes polgármester azt mondta, a város minden segítséget megad majd annak érdekében, hogy a civil szervezetek életképesek maradhassanak.